Itt vagyunk Örvénden, és egy igazi szilvalekváros erejét fogunk készíteni még hozzá örvéndi szilvalekvárból, és itt van velem Heli néni. Heli néni, mi kell egy derejéhez? Hát kell hozzá egy kiló liszt legalább 4 személyre, és aztán a kis sausvíz, 4 tojás, összeállítjuk, kinyújtjuk, beletesszük a szilvalekvárt, és ennyi. És akkor ez házi szilvalekvár? Házi szilvalekvár, igen. Ez itt készült, ez örvéndi szilvából van. Örvéndi szilvalekvár, igen. Rézsüsbek főtt szilvalekvár. Hát igen, mondjuk azt is azért kemény munka megcsinálni. Tehát gyakorlatilag só nem is kell, csak a vízben van egy kis só. Egy kis só, igen. Aha, a ez langyos vagy hideg víz, amit hát, belekerül? Minden, az igazán mindegy. Télen kicsit meglangyosítjuk, nyáron jó a hideg is. Na, jól van. Akkor gyakorlatilag, ha 4 személyre akarunk készíteni, akkor a liszttel is kezdhetjük. Igen, jó. Mivel a liszthez házi tojást adunk, felhasználás előtt Heli néni mindegyiket gondosan ellenőrzi. A szakszűrőn átjutott tojások a lisztben végzik, amit a víz adagolásával tésztává gyúrunk. Akkor van kész, amikor sejmes fényű, ruganyossá válik a tésztánk, leválik a kezünkről, és már nem tapad. Heli néni és családja, amit csak lehet, otthon termel meg. Csak azt veszik meg a boltból, ami nagyon szükséges. Még a búza is megterem, azt őrjük. Uh-huh. Megőrjük a malomba, a házi liszt. És akkor saját föld is van akkor, ahol... Van saját föld, hogy ne. És akkor a férfiak járnak kikaszálni? Hát, vagy arató? Ne. Van aratógép. Elkészült a tésztánk, és itt van már Marika házigazdánk, aki a nyújtógépnek a nagy tudósa. Marika, mennyi ez az adag, akkor mekkorába kell vágni, vagy mennyi hát lesz egy gép? Ez legalább 6. 6 sáv lesz belőle, igen. És tehát akkor 6 ilyen csíkot fogunk csíkot majd vág, nyújtani. Igen. Jó, és akkor a 6 csík az majd egymásra fog menni. Egymásra, és rakjuk bele a lekvárt, és akkor egymásra. Szaporán kell azt igen, csinálni. És... Jó. Igen. Miután ráraktuk a lekvárpöttyöket, összehajtjuk a tésztánkat, és a töltelékek között lelapítjuk. Derejevágóval apró kis batyukat darabolunk. Enyhén sós vizet melegítünk, és amikor már lobog, megfőzzük benne a derejénket. Akkor főttek meg, ha a derejék feljönnek a víz színére. Forró zsiradékon aranybarnára pirítjuk a zsemlemorzsát. A készre főtt derejére egy kevés zsiradékot öntünk, majd megszórjuk a megpirított zsemlemorzsával. Összerázzuk és nem keverjük, hiszen a forró dereink tésztája nagyon sérülékeny. Szóval itt a dereje, most már nagyon jól is néz ki. Én egy kicsit cukrosabban szeretem. Nem tudom, Marika, egy kis cukorral, ha meg tudjuk úgy hinteni. Meghinthetjük. Mint hogyha havazna. Kis porcukorral, igen. Ebben a nyári időszakban. Ó, már is jól néz ki. És az illata is nagyon incsiklandó. Hát, hogyha 4 személynek valót készítettünk, azt mind befaljuk, akkor azért igen. Jól tele leszünk tömve. Én azt gondolom, hogy itt meg is kóstolom, és így itt egyben egy ilyen falatot megnézek, hogy milyen. Tökéletes. Finom. Uh-huh, mint amilyet a nagymamám csinált. Igen. Vagy talán még attól is finomabb. Köszönöm finom. Szépen. Nagyon jó. A műsor a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. Proiectul a fost implementat prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria și România.